elveszett város. Kort, Írország, 1905. A brit hadsereg lakatlanjája. Nézd csak ott! Integes apádnak! Figyelem! Sorakozz! Uraim! A gálára szarvassal várjuk Ferdinánd főherceget. Elvárom, hogy jól teljesítsenek a vadászaton. Sok sikert! És minden jót! A hintaszéke már nem fért a lóra, nagyapu? Estére mindannyiunkat legyőzöm. Erre mérget is vehet. Megvan! Remek munka volt, őrnagy! Szép lövés, uram! Az ilyen erdő halálos a lovaknak. A halálra. Az élet velejére. Önre iszunk majd a gálán. Itt vannak. Ó, az én férjem. Apa, megcsinálta. Gyere csak ide. Apa! Szép volt, apa. Egy nap te meg én együtt vadászunk majd. El fogunk késni. Ez az átkozott vacak. Ti férfiak olyan büszkék vagytok magatokra. Miattatok hordjuk ezeket a rémségeket? Te legalább nem húzol nadrágot. Hordanám, ha tehetném. Tudom. Nos? Elragadó vagy. Elragadó? Mondd csak el, mi a baj. Elejtetted a szarvast. Mindenki csak téged csodál majd. Nos, kedvesem, én leszek ma az egyetlen férfi. A rangommal, dísztelen uniformisban. Ugyan, mit számít az most? A remek Bryce miniszter is ott lesz a gálán. Ó, Fawcett őrnagy. A kitüntetései. Egy sincs, Mr. Bryce, tudja, nagyon elfoglalt voltam. Vén katonákat tanítottam farönkök lerohanására, ezért... Sajnos, nem jár kitüntetés. Mondd csak. Ki ez a Bryce miniszter, ha épp nem gálán van? Ő az utolsó ember, akitől itt bármilyen előrejutást várhatok a jövőben. Értem. Egyre öregszem, kedves. És nem örülök az elveszett éveknek. Tudom, nevetséges a kitüntetés mánia.
de talán ez az utolsó esélyünk. Jó estét! Üdvözlöm, Lord Belvárt! Brász miniszter úr, Fawcett-őr nagy. Jó estét! Megtisztel uram! A szényemről a szállítsa. Örvend! Bemutatom Brász miniszter urat. Miniszter úr, Mrs. Bellamy! Percy Fawcett-őr nagy és Mrs. Fawcett! Nélküled adják át a zsákmányt? Hadd adjam át ezt a csodálatos trófeát, ajándék a kormányomtól. Nos, én veled táncolok, mindenképp én jártam jobban. Szabad, őr vagy. Elkiabáltam. Ezredes. Egyébként ki ejtette el? Ó, nos, az Fawcett őr nagy volt, miniszter úr. Nos, akkor talán hívjuk meg vacsorára. Ó, nos, ha megengedi, meglehetősen szerencsétlen, ha az őseiről van szó, miniszter úr. Értem. Akkor hát, mondja csak, hogy van Lady Berna? március 1906. Elég lesz 20 ládával 15. Siessenek már! Rajta! Fawcett! Emelje, csak mozogjon! Ez a mozgás, mozgás! Ember is van! Ezzel megvolnánk! Uram! Holnap Londonba utazik, a Királyi Földrajzi Társasághoz. A Földrajzi Társasághoz, uram. Nagy felfedező útra indulnak. Izgalmas kalandnak ígérkezik. Köszönöm, ura. Mozgás! Ne mozsáljon! Királyi Földrajzi Társaság, London, Anglia. Ó, oh. Köszönöm. Fawcett őr nagy vagyok. Ó, igen, igen, jöjjön. Sir George Goldie vagyok, a társaság elnöke. Az úr Mr. John Scott Kelty, a titkárunk. Üdvözletem, őr nagy. Üdvözlöm, uram. Ugye nem találkoztunk, mikor évekkel ezelőtt itt dolgozott? Nem hiszem, uram. Akkor valószínűleg a tanulásra koncentráltam. Hogyne. Tessék, üljön le. Köszönöm. Úgy látom, a sereg számos helyre elküldte a múltban. Igen, szolgáltam Ceylonon és Hongkongban korábban. Legutóbb Írországban. Mint láthatja, szinte az egész birodalmat bejártam. Őrnagy, mit tud ön Bolíviáról? Dél-Amerikában, uram? Ahogy mondja. Csak amit olvastam. Az nem lehet valami sok. Ez a legjobb térképünk az országról. Nagy része üres, amint látja. Alig tudunk valamit a helyről. Primitív népek lakják, de egész Amazóniában találhatók kaucsuk ültetvények. Jövedelmező üzlet. Jelenleg komoly vita zajlik Brazília és Bolívia között arról, hol az ország határuk. A gumi ára olyan elképesztően felszökött, hogy háború törhet ki. Tud követni? Igen, uram. Bár azt nem tudom, mi köze ennek hozzám. Meg fogja tudni.
Egyik ország sem ismeri el a másik térképészeit. Így minket kértek, hogy járjunk el, mint semleges fél. Mivel itt remek munkát végzett a térképekkel, hamar a látókörünkbe került. Értem. Uraim, lehetek őszinte? Kérem. Régen végeztem a felmérést, és mindig is olyan munkát reméltem, ahol találkozhatok egy kevéske izgalommal. Ernagy, ez sokkal több, mint egy felmérés. Egy felfedező út a dzsungelben. A környezet kegyetlen és kíméletlen. Rémes betegségek, gyilkos vademberek, az út az életébe is kerülhet. Kezdjük azzal, hogy évekig távol lesz majd. Ám ha sikerrel jár, az eredményért cserébe akár ki is tüntethetik, és tisztázhatja a családja nevét. Tudja, mi ismertük az apját. Valóban? Igen. Nos, én nem. Rémes dolog az ital szeretete és a játéké. De amint mondtam, ha sikerrel járna, sok minden megváltozna. Komoly mértékben. Még sosem láttam, hogy megváltozik a színe. Hirtelen, mint most. Nagynak tűntem. Nagy a fejem. És kerek. Ebben kereknek tűnik, nem igaz? Igen. Jack, menj és játsz szépen. Nekem most beszédem van apáddal. Szedsz nekem egy virágot? Eldobjam neki a labdát? Igen. Vigyázz. Kész. Nagy alma! Nem ismer rád, mire visszatérsz. De tudom, hogy el kell menned. Valóban. El kell mondanom valamit. Jaj, nem találom. Azt hiszem, újra várandós vagyok. Tudom, hogy várandós vagyok. Ne bánkodj. Mindig is önálló nő voltam. Észrevettem. Kedvesem, drágám. Tudom, hogy az egész család áldozatot hoz majd. De hidd el, hogy megéri. Nem is kétlem. Nem lett meg!1906. áprilisa, SS Panama, Atlanti óceán. Hogy is van ez? A Sierra. Figyelj, megölnek öreget! Elvágom a torkodat a kártyával! Hallott ember vagy, értetted? Megöllek! A Sierra. Ez már!
maga? Mit akar tőlem? Henrik Austin. Jelentkeztem a hirdetésére. Az asszisztense vagyok. Mr. Austin? Szolgálatra jelentkezem. Egy hete úton vagyunk. Mondja, jó ember, miért csak most bukkan fel? Látni akartam, hogy boldogul-e majd uram. Ön részeg, Mr. Austin? Nem. Pedig úgy tűnik. Nos, talán ittam egy kicsit. Tudja, én szóval beteg vagyok. Viszont elég jól értek a lőfegyverekhez. Bátorság érdemrend. Elismerésem. Van családja? Nem, dehogy is. Értem. Senki sem várja. Tehát önt igen? Mr. Austin, hogy világos legyen. A családom becsülete függ attól, hogy milyen sikert érünk majd el. Látni fogja, hogy minden áldozatra hajlandó vagyok. Ezért hát kérem, hogy... Ó, hát hogy ne, uram? Szükségünk lesz a kitartására. Értettem. Mostantól felfedezők vagyunk. A sarki expedíció hősei. Shackleton és Murray a déli sarkra indul. Újabb sürgönyt kaptunk. Új feladatunk van. Feltérképezzük a Berde folyót a forrásáig. Fontos terület a brazil-bolíviai határon. A felmérést egy Fazienda Jacobina nevű helyen kezdjük, de nem találom ezen a térképen. Ismerem Fazienda Jacobinát. Régi gumiváros. Elvileg elragadó hely. Valóban? Talán mégis veszem valami hasznát. Most minden egyes nap számít. Háború lehet. Maga, én és néhány összvén majd megakadályozzuk? Ön és én most csak egymásra számíthatunk. Egyedül nem éljük túl az utat. Ahogy mondja. Mondja, mit olvas? Verset. A nejem küldte, Kipling. Találó. Szeretné hallani? Soká érjük még el Amazóniát. Olvassa föl. Hová mennél innen tovább? Itt vagyunk a világ szélén. Ezt mondták, s én hittem nekik. Szántottam, majd vetettem. Pajta épült, majd kerítés szerény kis házamat védvén. A hegyeknél, hol ösvény sincs, ami tovább vezessen. Még egy hang, mint kínzó intés, a fülemben nem mormogott. Kitartóan, szakadatlan ismételte ugyanezt. Ősi titok, téged szólít, szelját völgyet, magas ormot, a hegyeken túli világ elveszett, és rád vár. Menj!1906. júliusa, Kelet-Bolívia felfedezetlen része. -29 fok, 16 perc az egyenlítőtől délre. 29, 16, 16. Itt egy veszélyesnek tűnő kígyó.
Kissé túl angolok vagyunk a dzsungelhez. Idegenek egy idegen földön. Casa de Ópera e a linda Fazenda Jacobina. Agradecimentos ao Barão de Gondores e à Companhia de Mineração Inca. Por favor, tenha em mãos os seus ingressos. Obrigado. À vontade. Fószetörnök? Maga az? Igen, Isten hozta Fazienda Jacobinában. Manly őrvezető vagyok, a kormányzó összekötője. Hagyja ezt a felhajtást. Egy készfogás is megteszi. Az úr, Mr. Costin. Sajnálom, hogy rossz hírt kell közölnöm. De most érkezett egy távirat a határrendészettől. Folytassa. Azt javasolják, hogy hagyják félbe a munkát. Túlságosan veszélyessé vált, szórványos harcok folynak. Hol találom a kormányirodát? Uram, irodát keres? Attól tartok, rég maga mögött hagyta az utolsót. Ebben az esetben küldjön nekik táviratot. Közölje velük, hogy mi nem állunk le, és a tervek szerint folytatjuk az utat. Milyen gyorsan tud indián vezetőt keríteni? Nos, volt egy indián vezetőm, uram, de... Mi történt vele? Mondja már, talán félt a kemény munkától? Nem éppen, uram. Én nem segíthetek. Beszéljen de Gondoris báróval. Ő vezeti a kaucsuk üzemet. Jó estét, báró úr. Köszönöm, hogy fogad minket. A brit hadseregtől jöttünk. A tervünk, hogy követjük a Rio Verdét. És szükségünk lenne néhány emberre. Cserébe az országom kedvező elbánásban részesítené. Tartsák láncon, ne bízzanak benne. Időnként pedig alaposan verjék meg. Por favor. Elmennek a folyón, ugye? Igen. Felmérést végzünk. Hát... Honnan még senki nem jött vissza. Soha. Ez a rabszolga megfelelne? Igen. Beszél angolul? Érti, mit akar. Tanítottuk. Mit kérne érte? És további négy emberért. Sírtó önnek, hogy tárgyalnia kell. Ha. Nem, dehogy kérem, is. Kérem, ne hozza kínos helyzetbe magát. Ide jön és térképet rajzol. És miért? Azért, hogy béke legyen. Mi a béke? Azt jelenti, az üzletem szárnyalhat. Jobban élhetek. A béke azt jelenti, hogy semmi nem változik. Segítek magának, mert elintézi nekem, hogy semmi ne változzon.
ezt elfelejtettem átadni. Ide küldték, amíg úton volt. Tudod mutatni, milyen hosszú a folyó? Mucho tiempo sobre el río. Yo conozco todo el río. Muy bien. Három tutaj kell, és négy ló. Ez a csapatunk? Micsoda szedet vedett egy bagázs? Épp olyan megbízhatóak, mint itt bárki, Mr. Costin. Csak tőlünk kapnak munkát. Napi 12 óra, nem kevesebb. A következő két évben a folyó lesz az otthon. Nem hibázhatunk. Az emberiség számít a felfedezéseinkre. Látom a halakat, de nem tudom kifogni. Megint üres. Ezt nem értem. A folyó mély, sok hal él benne. Ez egy sivatag. Egy zöld sivatag. Jól van, húzza be. Feljebb majd próbálja újra. Pószetőr nagy. Mi az ördögöt keres ennyire fent a folyón? Nyilván kaucsukot szállít. Talán Eldorado aranyát keresi. Német. A ládán az áll, hogy Hamburg. Látok valakit. Hé! Hey! Maga a német? Bist du Deutsch? Komm schluss! Forset!
Semmiség. Közel járunk. Faltan muchas semanas. El río siempre es peligroso, pero tú verás mucha gente que vive en la selva, ciudades bonitas con oro y maíz, más antiguos que los ingleses. Dentro de la selva, todo está hecho de oro, brilla todo como el oro. Lo siento, inglés. Seré libre, pero tú nunca tendrás escape. Az indián is megőrült. Ma aranyvárosokról mesélt nekem. Mint egy gyermek. Azt hiszi, konkvisztádorok vagyunk, és a halálba vezet. Már a kezdettől fogva dühösnek tűntek. Olvassa fel ezt nekem, ha tudja. Ha itt ér utol a végzet, már úgysem számít semmi. Félek, hogy egyedül túlságosan fájdalmas lenne. Csak foglalja össze. Rendben, uram. Elköltözött Devonba a családhoz. Egészséges fiút szült. Briannek nevezte el. Az idősebb Jack minden területen remekül teljesít. Milyen ostoba voltam, hogy elhagytam őket a dzsungelért. Végül is mi volt a célja az úton? Nem tudom.
Csak annyi marad hátra, hogy elérjük a folyó forrását. Tambo! Tambo! Mr. Costin? Őrnagy? Nincs étel. Jézusom, halálosan éhes vagyok. Egy darab. Édes jó Istenem. Jaj, Krisztusom. Nincs ételünk. Nincs ételünk. Viselkedjenek. Nem vagyunk vademberek. Itt fogunk megtökleni, őrnagy. És miért? Egy térképért? A célhoz is érünk. Étel nélkül nem jutunk haza. Gondolt erre, mondja csak. Itt fogunk éhen halni. Még aranyat sem kerestünk. Teperjük le. Ó, a fülem! A fülem! A fülem! A következőt a seggébe kapja. A fülem! Köszönöm, Mr. Costin. Na, na, ne! Ua, ua, na, ne! Ua, ua! Előttünk még senki nem járt itt! Senki! Soha! Sikerült! Elsők vagyunk! Elsők! Őrnagy! Őrnagy! Eltűnt az indián. Megszökött. Elhozott ide. Az utolsó mérés. Talán képzelődöm. Nem. Én is látom. Kérem. Ez az egyetlen esélyünk. Hogy éhen halunk. Hála az égnek. Magam sem csinálhattam volna jobban.
Mi az, főnök? Agyagcserép. A földön. Nézze mindenfelé. Nézze meg. Ősrégi. Mégis igaza volt. Az indián nem hazudott. Ön azt mondta, még senki nem járt itt. Nos, fehér ember még nem, Mr. Costin. Fehér ember még nem. És én még őrültnek néztem. Itt települések voltak. Égnek, hogy a disznónak több húsa van, mint neki. Lassan! Lassan! Jól van, óvatosan. Lassan. A pokolból mindig kijutni nehezebb, Mr. Costin. De sikerülni fog. A világ megtudja, mit találtuk. Rajta, emberek, indulás! Gyerünk! Gyerünk, toljátok! Ez az! Rajta! Húszatőr nagy, maga az ország legbátrabb felfedezője. Köszönöm. A fiad. Tehát ő Brian. Jack is. Te vagy az apám? Én vagyok, fiam. Gyere, ölelj meg! Menjünk haza. Köszönöm! Percy, jöjjön! A házigazda Mr. James Murray. Nagyon szeretné megismerni. Jelentős vagyonnal rendelkezik. Az otthona minden esetre gyönyörű, és remek ember hírében áll. Mr. Murray. Fawcett-őr nagy, látom, megérkezett. Isten hozta a belső körben. Köszönöm, Mr. Murray. Mrs. Fawcett. Percy, izgatottan várjuk a beszédét a földrajzi társaságban. Hallgassa csak őket. Mind az útjáról beszélnek. Rendkívüli. Megtisztelő, hogy itt lehetek. Reggel olvastam az írását a Times-ban az ottani rabszolgakereskedőkről. Nos, ön felvilágosult férfi, szerencsétlen vadak.
Az őslakók figyelmet érdemelnek. Igen. Úgy hiszem, még csak a felszínt kapirgáljuk azon a tájon. Bizonyosan. Magam is, nos, biológus vagyok, de régen tudja, felfedezőféle voltam az Antarktiszon, Shackleton helyetteseként. Tudod róla? Azt hiszem, itt nincs olyan ember, aki ne ismerni az érdemeit, Mr. Murray. Igen, igen. Kivételesen bátor tett volt. Tudom, mi szükséges egy ilyen úthoz. Nos, egész életemben vágytam az Amazonas vidékére. Őszintén mondom, remélem a társaság folytatja a munkát, de én úgy hiszem a térképek a második helyre kerültek. Valóban? A torkolatnál számos régészeti emlék van, és szerintem kivételesen fontosak. Például? Agyagedények a dzsungelben, ahol még nem járt fehér ember. Őrnagy, csak egy baráti tanács. Az eredményei minden ajtót megnyitottak ön előtt. De azt javaslom, tartsa magában a hasonló történeteket. Egy dolog megvédeni a primitív dzsungel lakókat, de egészen más ilyen tudást tulajdonítani nekik. Nyilván senki sem vitatja, hogy elhitte, amit látott, de egy ilyen út megviseli az elmét. Nagyon megviseli. Mr. Guilty? Tudja, az elmémmel nincs semmi probléma. Hála az égnek, továbbra is nyitott. February 11. Ezennel bemutatom egy bajtársunkat, kinek eredményeit már jól ismerik, és sokan nagyra tartják. Percy Fawcett, őrnagy! Köszönöm, uram! Jogom van a férjem közelében. Sajnos, csak férfiak lehetnek ott. Nagyra becsült kollégáim, határozottan hiszek abban, hogy Amazónia sokkal több zöld sivatagnál, mint aminek eddig tartottuk. Feltevéseim szerint Amazónia egy titkos civilizációt rejt, amely jóval öregebb, mint a sajátunk. Fawcett-őrnagy! A nevem William Barclay, Bedfordból jöttem. Magam is jártam Dél-Amerikában. Igen! Tessék, Mr. Barclay, nyilván mindenkit érdekel a nyaralása. De mint tudja, a jelenlegi témánk a felfedezés. Tehát jól értem? Ön azt állítja, hogy létezik egy mesés aranyváros? Nos, ezek a mesék vitték a konkvisztádorokat a pusztulásukba! Uram, épp a konkvisztádorok és mi pusztítottuk el Amazóniát. A saját szememmel láttam a bizonyítékot a civilizációjukra. Biztosíthatom önt, uram, hogy létezett. Néhányuknak talán nehezére esik beismerni. Mi, akik oly rég áltatjuk magunkat a bigott egyházakkal, nem akarunk tudomást venni egy ősi civilizációról. Olyan civilizációról, melynek tagjait a fehér ember brutálisan rabszolgasorsba taszította. Ön most arra céloz, hogy ezek a vadak egyenlők velünk? Azt nem tudom, Mr. Barclay. De ki akarom deríteni? Hogy? Vadakat hozna a Westminster apátság? A tiltakozása ellenére. De mi a valós tét? Ha most találunk egy várost, ahol tudásunk szerint nem létezhet élet, új fejezet nyílhat a büszke emberi faj történelmében. Igen!
Igen! Láthatják a bizonyítékot! Igazi régészeti leletek! Antik tárgyak! Oly kifinomultak, mint bármelyik Ázsiában vagy Európában! A dzsungel közepéről! Csupán cserép! Csupán cserép! Csupán cserép! Ennyi! Csupán cserép! 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 Nyugalom, gyerekek! Nyugalom! Miután visszatértem a dzsungelből, tanulmányoztam egy dokumentumot. A konkvisztádorok korából Mr. Barkley határozottan kijelenti, hogy felfedeztek egy elveszett várost. A papírt a Dublini Trinity College-ban lelte fel ezen a héten a feleségem. Egy portugál katona írta 1753-ban, most idézem. Egy ősi város romjaira bukkantunk, aranyromokra. Utakra, templomokra, ősi jelképekre. Ó, megvan Eldorado! Nem, uraim, nem! Úgy hívom Zé! A hiányzó láncszem az emberi múltból. Most is ott áll, és nekünk meg kell keresnünk! Mr. Fawcett! Mr. Fawcett, vissza kell térnünk! Azt mondom, menjünk és váljunk hősökké! Mi a válasza? A válasza, Mr. Murray, hogy elfogadom a kihívást! Mr. Custer, látom, hogy ön is itt van. Visszatér velünk? Mr. Fawcett, a dzsungel pokoli, de szinte már kedvelem. Visszatérünk! És miénk lesz majd a dicsőség? Nagyon bízom ebben, kedves. Ezzel az úttal talán sikerül ledöntenünk végre az elefántcsontornyukat. Úgy gondolom, készen állok rá, hogy veled tartsak az új utadon. Hogy érted ezt? A gyerekek addigra iskolában lesznek. Én megtanultam a csillagképeket és a navigációt. És jól ismerem a terület történelmét. Végül is én találtam meg a papírt. Tudom, drágám. De sajnos mindez lehetetlen. Az ott nem nőnek való környezet. Nem nőnek való környezet? Nem. Mindketten hiszünk a nemek egyenlőségében. Valóban hiszünk, de ez nem testi egyenlőség. Egy ilyen útfáradalmai felülmúlják minden képzeletedet. Ha jól tudom, elfogadott tény, hogy a gyerekszülés fájdalmát egyetlen férfi sem lenne képes elviselni. De ez most nem gyerekszülés, kedves. Ugyan mit tudsz te arról? Két percet sem láttál belőle, nemhogy átélted volna. A dzsungelhez több éves kiképzés szükséges. Gyakorlás és katonamesterség. Én kibírtam. De férgek tenyésznek a bőröd alatt. Kígyók és olyan kórok támadnak rád, melyektől vért hányhatsz. Te nem bírnád ki. Én pedig azt nem, ha bajod esne. Én valahogy elviseltem, hogy veszélyben vagy, hosszú éveken át. Így legalább együtt tölthetnénk néhány évet. A feleségem vagy! Itt van rád szükség. Nem hálótársként, akire vigyáznom kell. És arra nem gondoltál, mi lesz a gyerekekkel? Csst! Kérlek, használd a józan eszedet. Nekem beszélsz te a józan észről, Percy.
Elég józan voltam, amikor egyedül neveltem a gyerekeket, míg a dzsungelben kóboroltál. Neked eszedbe sem jutott, egyszer sem, hogy én mire vágyhatok nőként. Vagy eszedbe jutott? A nők és férfiak mindig így éltek az idő kezdete óta. Ez a mi civilizációnk alapköve. Őszintén mondom, több megértést vártam tőled, és megalázó, hogy semmibe veszed mindazt, ami... Semmi baj, drágám, sajnálom, hogy kiabáltunk. Menj csak, én is mindjárt megértem. Kérlek, ne veszekedjetek! Jól van, Jack, de menj! Amazónia ismeretlen területe, 1912. májusa. Egy mérföld Oviedo utolsó jelzéséig. Tegyen rá egy kis krémet. Úgy lesz. Hol van Mr. Murray? Próbál lépést tartani, főnök. Mr. Murray! Igen. Hogy bírja erővel? Nagyszerűen bírom, köszönöm. Csupán kissé nehéz a zsákom, azt hiszem. Talán jobb lenne, ha megszabadulnék a felesleges holmitól. Igen? Az ön helyében én nem tenném. Később bármire szükség lehet, az út során. Ez igaz. Ellenben az embertelen sok tudományos felszerelés úgy tűnik lelassít minket. Erre még visszatérünk. De egy öltözett ruhát tartson meg. És a derék alját. Jobb lenne csupaszon Ádámként ebben a pokoli melegben. Az lenne csak a szép látvány. Menjünk tovább. Szívesebben lenne inkább a déli sarkon. Gyorsan összeszedi magát, ne féltse. Ne foglalkozzunk a postával, uraim. Még itt van minden San Carlosból. Önnek kettő, a családjától őrmegy. Peruban nagy felfedezést tettek. Halljuk át. Az amerikai Hörem Bingham talált egy ősi várost az Andokban, Machu Picchu-t. Azt írják, Dr. Hamilton Rice már a nyomában van. Versenyt futunk az amerikaiakkal. Irigyek a hírnevünkre. Túl messze vagyunk. De ez egy újabb bizonyíték. Nincs meg a másik csónak. Benszülöttek! Fegyverbe! Ne! Ne lőjenek! Mindenki be a vízbe! Fedezékbe! Mr. Melli! Hozza a harmonikát! A harmonikát, uram? Igen! Siessen! Játssza a királynő katonáit! Rajta! Mr. Costin, énekeljen velem! Jöjjön! Kezdhetjük? Igen! We're soldiers of the Queen, my lad. You've been my lad. You've seen my lad. In the fight for England's glory, lad. The England soldiers of the Queen. Amigos. Amigos. Amigo. Amigo. Amigo!
Fiúk! Fiúk! Ha támadnak a vörösök, minden áron védjenek meg! Minden áron védjenek meg! Magasságos Isten, a kalapja. Minden rendben. A főnök meghívott és vendégül lát. Van, uram. Ez itt egy kannibál törzs. Tudom, tudom. A főnök elmondta, hogy már korábban meghalt. A lelke beléjük száll, ha megeszik. Együtt kell működnünk velük. Lehet, hogy nagyon fontos dolgokat tudnak az úti célunkról. Én utasítom ezt. Ez őrület. Jöjjenek velem. Gyerünk. Vissza kell mennünk a csónakhoz. Kostin. Regalo. Para ti. Y para tu... tu hijo? Megvan. Megvan. Maravilloso. Gyari. Hiszken. Sí. Gracias. Estamos buscando casas antiguas. Muchas casas. Mucha, mucha gente. En el fondo del bosque. ¿Sabes algo de esto? Kika Muscovón. Hicsebúj. Azt mondja, hallotta a pletykákat, de csak ennyi. Feljebb a folyón talán lesz olyan, aki segíthet. Rendben van. Gracias, amigo. Comida? Étel? Comida? Comida. Sí, gracias. Örnagy. Köszönöm.
Hát ez bámulatos. A halak csupán megbénulnak. Nem ölnek, hogyha nem muszáj. Bámulatos. Az úgynevezett vadak megművelik az őserdőt. Ott, ahol lehetetlennek hittük. Ijesztően arrogánsak és gőgösek voltunk. Én már csak tudom. Nézze, milyen szabályos. Számtani pontosságú. Nos, úgy van, ahogy mondta. Képzelj el, akkor Zé milyen lehet. A kenuknak már nem veszük hasznát. Tutajra lesz szükség. Hajnalban indulunk. James! Megtaláltam! Öreg harcos. Úgy tűnik, sikerült eltévednem. Hála az égnek, hogy élnek. Azt hittem, felfalták magukat azok a vadak. A lábam, van egy nagyon csúnya sebem. Már is ellátjuk. Jöjjön. Tovább kell mennünk. Azt hiszem, mutatkoznak a láz első jelei. Melni, segítsen összepakolni. Ez a zsákomban volt. Kis ajándék a nejemtől és a fiamtól a csapatunk számára. Tudom, de azt hittem, éhen halok. Fáradt vagyok. Ha nem bánják, akkor pihenek még egy kicsit. Ön most nem lehet fáradt. A saját ifjú gyermekeim is sokkal talpra esettebbek önnél. És otthon lehetnék, velük. Mégis itt vagyok önnel. Egy dicső ügy miatt. Van önöknél víz? Kap vizet, ha a tutajhoz értünk. Mr. Manley, segítsen lábra állítani. Maradjon ott, Mr. Murray! Egyensúlyban kell maradnunk! Murray! Maradjon! Maradjon az istenét! Mindenki maradjon a helyén! Ússzon a partra! Feje homokos lesz! Ah!
Ússzon a partra! Rajta! Ússzon a partra! Gyerünk! Billeg a tutaj, oda lesz az ellátvány, az Isten fáján! Azt mondtam, ússzon maga gyenge féreg! Eresze már! Mr. Manley, segítsen! Partra kell jutnunk! Elkapom! Főnök, hallgasson! Teljesen oda lett. Az étel harmada. Fuldokoltam. A folyó derékig ér! És ellopta az ételünket! Gondolom, éhez nem kellett volna. Az lett volna becsületes tett, nem igaz? Tényleg azt akarja, hogy meghalljak? Lassabban kérem, adjanak egy kis esélyt! Meg akarok halni. A gyalászkodó stílusa, de felkapaszkodott, csak a dicsőség érdekli. Igazi jótás, mert elvezetett engem ebbe a dzsungelbe. 2 hét a hátrányunk. A szextáns és a térkép szerint. Úgy, ahogy Jézust. Főnök. Jódás. Egyre inkább elfertőződik a sebe. Ide csalt engem. Mr. Murray vérmérgezést kapott. Most itt fekszem, pedig túlélem. Észrevettem. A tartiszt is. Mit gondol, túléli? Nem hinném. Valódi jódás. Arra sem érdemes, hogy megcsókolja a ruhám szegélyét, ahogy én sem csókolhatom a tiédet. Adj erőt, hogy túléljem. Nem érdemes rá. Ne. Igen, mit akar? A folyó mentén délre bányászvárosok vannak. Holnap reggel elindul az egyikhez. Megkapja az utolsó lovat. Ételt, amennyit elbír, és kap egy indián vezetőt. Engem vár a családom. Nem engedem, hogy kockára tegye az egész csapat életét, érti? Figarcit sem érdekli a sorsom, ahogy a társai sorsa sem. Ennek az sem fontos, hogy hazajusson. Kizárólag a város érdekli.
Közeljárunk! Menjünk tovább! Nem mehet tovább! Az az átkozott megkapta a lovunkat. És így hálálja meg nekünk. Mindent tönkretett. Minden ételünk olajos. Nézze csak! Vissza kell mennünk. De innen már nincs visszaút. A célnál járunk! Ha megállunk, hiába fáradtunk. Nincs bizonyítékunk. De mégis hogyan menjünk tovább? A zsákokban egy heti jeleség van, legfeljebb. Vége van, Percy! Királyi Földrajzi Társaság részére. Mr. James Murray kénytelen volt elhagyni az expedíciót, hogy orvosi ellátást kapjon. Hol léte jelenleg ismeretlen. Valószínűleg odaveszett. A csapat többi tagja a lehető legkorábban Angliába indul. Háború lesz a fricekkel. Ha nem megyünk haza, lemaradunk a harcról. Kérem, hogy azonnal küldj el. Igen, uram. Figyelj, Brian! Kapd el! Ez az! Nyilván kitaláltad, ő itt, Joel. Ez az! Igen! A lányod. Nagyon ügyes voltál! Gyönyörű gyermek. Szia, Joanne. Hívom a fiúkat. Ne. Hadd játszanak. Ha végezte, küld be őket. Nekem kell elmondanom, hogy mi történt. Tényleg te vagy? Három, kettő, egy, most! Nagyon megnőttek. Fantasztikusan neveled őket. Most figyelj! Gyerünk, gyerünk! Vedd el! Királyi Földrajzi Társaság. Uraim, üdvözlöm Önöket új otthonunkban. Köszönöm, hogy már is ide fáradtak. Sir John. Kérem, erre tessék. Gratulálok a lovagi címhez. Köszönöm. Nos, azt hiszem, itt mindenkit ismer. Mr. James Murray ma reggel érkezett Londonba. Fontosnak éreztük, hogy mielőbb összeüljünk. Gratulálok a hazatéréshez. De remek teljesítmény. Mr. Murray azt állítja, hogy ön sorsára hagyta. Ez történt? Nem, nem igaz. Pénzt adtunk neki és ételt.
Kellemetlen volt, de szükséges, hogy életeket mentsünk. Sir George, ott létünk alatt. Csak a sárban játszottunk a vadakkal. Nem láttam elveszett városra utaló nyomot. Ön volt az oka, hogy nem értük el a célunkat, Mr. Murray. Petróleumot öntött az ételünkre. Elutasítom a vádat, Sir John. Nem tűröm el, hogy tovább sértegessenek. Már felkerestem egy ügyvédet, a tanácsa szerint járok el. Az örnöt cimborái pedig nos, disznók, szavukat se higgyék. Inkább verés járt volna magának, mint egy kutyának. Kérem, uraim! Az országunk harcban áll. Hátrányukra válna, ha ellentétet szítanánk önök között. Megkérem hát önöket, hogy próbáljanak kibékülni. Rendben van. Uraim, ezennel felajánlom, hogy ha ön hajlandó bocsánatot kérni tőlem itt, a társaság vezetése előtt, megfontolom, hogy visszavonjam a vádjaimat ön és a társaság ellen. Persze bizonyos feltételekkel. Nos, őrnagy, tehát bocsánatot kér? A béke érdekében hajlandó vagyok megfontolni. Köszönöm. Persze még hallanom kell a további feltételeket. Aznap, amikor beleegyeztem, hogy önnel tartok, és csillagát a világomba engedtem, a felesége is látta a felemelkedését. Az egyetlen feltételem, hogy akkor is legyen jelen, amikor nyilvánosan elismer minden rosszat, amit csak ellenem tett. Uram! Mr. Murray! Akkor láttam utoljára, amikor elvitte az utolsó lovunkat. Sokkal több ételt kapott, mint ami a része volt. Az emberek kérleltek, hogy hagyjam magára. Nem voltam rá képes. És így végül megmentettem önt. Hogy megmentett? Hogy ön engem? Azonnal kérjen bocsánatot. Ezért bocsánatot fog kérni. Bocsánatot kérek. Köszönöm. A társaimtól. Sajnálom, hogy úgy találtam Mr. Murray méltó a társaságukra. És hogy rosszul mértem fel egy férfi valódi jellemét. Többé nem követem el ezt a hibát. Hogy mi a célja ezzel a támadással, azt sajnos nem tudom. De ne tartson a további megaláztatástól. Én ezennel lemondok a tagságomról. Egyedül folytatom a keresést. Ne, kérem, őrnagy, nagyon kérem! Micsoda botrány! Kérem, gondolja át újra! Magnus! Bízzák csak rám. Levelet kaptál. Minden volt tiszt, aki nincs kiküldetésben, jelentkezzen a hadügynél. Reménykedjünk, hogy gyorsan véget ér. Beszélj a fiúkkal. Ne aggódj, kedvesem. Egész életemben erre képeztek. Szia, Harvey. Apa. Jack? Brian?
Kivittétek Harveyt? Nem, még nem. Rendben. Kiviszem. Apa, nem kell újra elmenned, ugye? Harcolni. Ha igazak a hírek, akkor muszáj lesz. De hiszen csak most értél haza. Ez nem igazság. Ez a kötelességem. Kötelesség? És anyával mikor törődsz? És velünk? A családoddal? A családdal, amit annyi éve teljesen magára hagytál. Jack? Hogy merészelsz így beszélni velem? Hogy én? Na és te, apám, te... Te sosem gondolsz ránk. Csak az indiánokra, németekre, vagy bármire, ami dicsőséget hozhat. Jack, fejezd be, elég volt. Anya, nem volt elég. Újra kudarcot vallottál. Minden lap megírta. És újra el akarsz hagyni? Szánalmas! Percy. Jaj, Jack, minden, amit apád tett, mióta csak világra jöttél, az érdekedet szolgálta. A saját érdekedben remélem, hogy egy nap megbánod, amit ma mondtál neki. Kérlek, hagyj! Kérlek, hagyj magamra! A front. Szomfolyó, Franciaország. Két évvel később. Nézzenek oda, főnök. Úgy tűnik, öreg barátunk Mr. James Murray mégsem olyan mindenható. Honnan jutott eszébe? Amúgy sok sarki expedícióra indult pár kanadaival, és fellázadt. Később pedig nyoma veszett. Olvass! De a mesés képességei majd kihúzzák a bajból. Valaki szóljon az eszkimóknak, hogy Mr. Murray elindult. Jó napot, őrnagy! Mr. Castile! Itt egy jó képességgel bíró médium az oroszoktól. Jöjjön! Megmondja a jövőjét. Hihetetlen, hogy be tudták csempészni. Isten hozta a túlvidéket. Mozogj most az őrnagy jön, gyere már! Halljuk az őrnagy jövőjét! Hallgassuk! Csatára készülünk, madam. Most hálásak lennénk a szellemvilág segítségért. Maga felfedező? Az voltam. A remek társaimmal. Áthelyeztették magukat, hogy együtt harcolhassunk. Kérem a kezét. Koncentráljon. Figyeljen a hangomra. Talán egy erdő az álma, hogy ott lehessen. Egy elveszett várost keresek. És mondja, látja magát abban a városban? Próbálja fejben elképzelni. Igen. Látom magam.
ne vakítsa el a látomása. Amit keres, az sokkal nagyobb, mint azt valaha képzelte. Hatalmas ország, teli s tele emberekkel. A lelke nem lel addig nyugalmat, amíg rá nem lel a városára. Ez lesz a végzete. Ha célhoz ér, az egész világ elámul. A világunk lángba borította magát. Most más kell, hogy kioltsuk ezt a lángot. ...1916. szeptember 26-a. Jó reggelt, uraim! Jó reggelt, uram! Ifjabb koromban mindent a királyért és az országért tettem. Rangért és helyzetért. Úgy hittem, hogy ezek teszik a férfit. De a dzsungelben megtanultam, hogy az ilyen ambíciók csupán ábrándok. Tudom, hogy lelkünkben szeretteinkért harcolunk. Így helyes. De ők nincsenek itt. Ezért inkább harcoljunk egymásért. Sok sikert! És Isten óvja meg önöket! És basszák meg a fricek! Jól mondja, Mr. Costin! Emberek! Mindenki a helyére!
Drágám, itt vagyok. Itt vagyunk. A gyerekekkel. Nina. Igen, drágám. Gyere. Ő Joan. Hadd érjen hozzád. Gyere ide. Érzed, ő Brian? Hol van Jack? Itt vagyok, apa. Azt hittem, meghaltam. Nem, dehogy. Súlyos klorgázmérgezést kaptál. Elvesztetted a látásodat, de biztosak benne, hogy hamarosan visszatér. Az embereim... Costin... Mr. Costin nem sérült meg. A század súlyos veszteségeket szenvedett, de csak ti nem vonultatok vissza. A helytállásod miatt alezredessé léptetnek elő. Alezredessé? Azok utána mit tett? Jack! Álmot láttam. Amazóniáról. Nos, attól tartok, többé nem térhet vissza a dzsungelba. Nagyon sajnálom. Minden rendbe jön. Vissza kell mennem. Drágám, most inkább ne gondolj erre. Kiviszem a gyerekeket a levegőre. Gyertek. Canon, Anglia, 1923. Amerikában sokan rajonganak önért. Az olvasók tudni akarják, hová tűnt a háború után. Köszönöm az érdeklődést. Üzenem az olvasóknak, hogy teljesen felépültem, és most családi életet élek. A dél-amerikai útjai felkeltették a felfedezések iránti érdeklődést az államokban. Most számos új utat terveznek. Valóban? Igen. Dr. Hamilton Rice Brazíliába készül. Rádióval, repülőkkel, egy nagy és jól felszerelt csapattal. Reméljük, hogy Dr. Rice a csapatával nem teszi tönkre azt, amit fel akar fedezni. Kérem, engedjen meg egy kérdést. Tessék. Mondja csak, hogy talált ránk? A fia, ezredes úr. Levelet írt nekünk. Nem említette? Szép lövés, Jack! Köszönöm, apa! Egyre jobban kezeled a puskát. A sok gyakorlás a titka.
hoztam neked valamit. Ezt az őserdőben adta nekem egy guarani indián főnök. Remek ember. Mától a tiéd. Köszönöm. Csodás élmény lehetett. Ma is hiszel Zében, nem igaz? Hogy alábecsültük az indiánokat. Ezért kell visszamennünk. Nekünk ketten együtt, mi megtalálnánk azt a várost. Jack. Én már vénflótás vagyok. Apa, mindketten tudjuk, hogy könnyedén legyűrnél engem. Már a látásod is tökéletes. Semmi nem állíthat meg. Apa! Amerika fegyverekkel megy majd oda. Imádkozhatunk, hogy ne ártsanak az indiánoknak. Meg kell előznünk őket. Semmi nem tenne boldogabbá, mint egy közös út veled. Hiszen mindig erre vágytál. Egy magasabb hatalommal is beszélnünk kell. Tudom, hogy nagyon veszélyes. De te magad mondtad, az európai események után lehetetlenné vált biztonságban élni. Sok hozzám hasonló korú fiú maradt a csatatereken. És ki tudja, hogy mit hozhat a jövő. Újra megtörténhet. Új háború lehet. Minden okom meg lenne a haragra, mert az imént a saját szavaimat használtad ellenem. Mit mondhatnék ellenük ezek után? Joanne halálra idegesít! Megpofozott! Elég! Joanne, ne verekedj! Köszönöm. Na jó, menjetek! De hát arcon ütött! Brian! Anyád éppen beszélget! Segíts a húgodnak és hozzatok tűzifát a rakásról! Most! Állj ki magadért! Anya, kérlek! Nem kétséges, hogy halálra aggódnám magam. A csavargó férfiak miatt. De sosem hagytuk, hogy a félelem irányítsa minket. Hát ennyi. Köszönöm, anya. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Apa, figyelj! Jack, még nem indulunk. Tudom. Nagyon sok pénzt kell összegyűjtenünk. Hogyne, világos. Igen. Menj csak, beszélek az anyáddal. És gyakorolj! Hogyne, azonnal elkezdem. Te meg én is. Mr. Costin, biztosan velünk tart majd. Köszönöm, anya. Köszönöm. Igen? Csak meglep, hogy könnyen beleegyeztél. Mit tehettem volna? Ilyen a természete. Hiba lenne megtagadni. Legalább ott leszel és segíted majd. Tessék, főnök. Az utolsó feljegyzéseim. Remélem, jól jönnek majd. Nem tudom rábeszélni, hogy jöjjön.
olyan közel jártunk, Henry. Micsoda élmény lenne. Együtt rátalálni a városra. Főnök, feleségem és gyermekem van. Az első útunk idején a fiaim fiatalabbak voltak, mint az öné most. Nem mondom, nagy áldozat volt. De ha látná a fiamat, erős és lelkes, garantálom, hogy azonnal legyőzni önt az érveivel. Még egy kis brandyt, uram. Nem, köszönöm, Nigel. Önnek, uram. Nem, köszönöm. Kérem, értse meg, főnök, én. Ez az egész. A hajsza, a város. Nem ér meg több áldozatot. Kételkedik a létezésében? Nem. Csak azt kétlem, hogy minden kérdésére választ adhat. Járjon sikerrel, barátom. Ez nem lesz egy könnyű expedíció. A látványos utat London 1924. december 3-a. Jutnak és népszerűségből élnek. Nos, mi nem? 3 évet töltünk a vadonban. A saját lábunkon állunk majd. Csak magunkra számíthatunk. Az őslakosok segítségével folyamatosan ismertetjük majd a felfedezéseinket. És ki fogja fizetni az expedíció költségeit? A pénzt amerikai újságok nagylelkű segítsége biztosítja majd számunkra. És Mr. John D. Rockefeller Jr. Tud róla, hogy a Királyi Földrajzi Társaság is segítséget ajánlott? Örömmel látjuk, hogy országunk sem óhajt lemaradni. Most pedig bemutatom önöknek társamat, aki elkísér ezen az úton. Ő a fiam, Mr. Jack Fawcett. Kötelességtudó fiatalember, és nagyon lelkes. Nem hagyhatjuk, hogy Amerika szégyenben hagyjon minket, ugye bár? Büszkén mondhatom, hogy végre elsimítottuk az ellentéteinket. Sir George, Isten nyugosztalja, mindig az ön oldalán állt. Elismerem, hibáztam, amikor elutasítottam a nézeteit. Sok éve. Ugyan. Most már csak a jövő számít. Igen. Ez mindig nálam volt. Az utóbbi 20 évben. Ha elérjük Z-t, elküldöm majd. Ez lesz a jel. Ha úgy döntenék, nem jövök vissza. Ó, ugyan már, ugyan. Ó, igen, van itt valami önnek. Mr. Barclay, kérem. A legmagasabb kitüntetésünk. Az alapítók aranyérme. Teljesen megérdemli, ezredes. Teljesen. Így igaz. Mindent elintéztem. Portugáliából indulunk. Majd Brazíliában találkozunk. Senki nem előzhet meg. Ahogy mondtam, a koordinátákat az asztalomon találod. Mr. Costin pedig őriz egy másolatot. Igen, már 1000-szer elmondtad. Indulj, mert lekésed a hajót. Most már férfi vagy. Te felelsz édesanyádért és a hugodért. Nemes feladat. Nem kisebb, sőt, talán fontosabb, mint a miénk. Érted? Viszlát, apa. Hiányozni fogsz. Ahogy mindig. Nagyon vigyázz az apádra. Hogyne, anya. Hogyne. Élvezd ki. Úgy lesz. És légy merész. Szia, Joan. Viszlát, apa. Szeretlek. Irány Z-városa. És egy új történelem. Viszlát, fiúk!
millió apa. Azt írják, 40 millióan követik az utunkat. Döbbenetes. Csodálatos. ...1925 áprilisa. Hogy érzed magad? Soha jobban, apa. Akárcsak én. Hamarosan csónakba ülünk. Talán látunk egy operát is. Itt énekeltek. Lenyűgöző. Nagy kár, hogy nem láthatod épségben. Igen. A dzsungelben helyreáll az egyensúly. Drága kedvesem, ez az utolsó levél, amit a város előtt küldök. A csapat nagy része most hazatér. Jack nagyszerűen bírja az utat. Ma találkoztunk egy indián törzzsel. Meséltek egy barlangról, amit rajtuk kívül senki nem ismer. Un, presencia. Presencia. Azt mondják, van ott egy hatalmas szikla, tele emberek és lovak festett képeivel. Talán ott lehet Z városának kapuja. Szerka! A főnök igazán nagy lelkű velünk. Újra csak arra emlékeztet, hogy mind egy tőről fakadunk. Egy hónapon belül elérjük az ősi civilizációt. Sorsunk utána az istenek kezében lesz. Ne félts minket, nem vallunk kudarcot. Nyugalom. Tudom, mit tegyünk. Csak menj tovább. Amigos! 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 Amerről jöttünk. Lassan, lassan, ne kapkodj. A bokrok közé gyerünk! Jack!
bátorság. Nem eshet semmi bajunk, nekünk nem ez a sorsunk. Vagy majd 20 ényem, hogy ilyen nyedve. Na, és akkor sem így rám. Na, sem góval, nahány kajszkálni, hogy két ródom, hogy az a biós. Sok rejtély van még, fiam. Oly keveset tudunk a világról. De te és én olyan utat tettünk meg, melyet más elképzelni sem tud. És az út során béke költözött a szívünkbe. Szeretlek, apa. Szeretlek, fiam. Köszöntőt valaki? Lord Bernard, kérem, szeretnék felolvasni valamit. Na, most megkaptam. Egy levél, ha nem éltem volna túl a szülést. Drága Percy, tudom, hogy gyászolni akarsz engem. De kérlek, hogy törődj inkább.
a fiunkkal, és azzal, hogy őt szerest. Tudom, hogy fiút szülek. Tanítsd meg álmodni, hogy az ismeretlent kutassa. Keresse mindazt, ami önmagában gyönyörű. És kérlek, soha ne feledd majd ezeket a szavakat. Az ember célja csak az ismeretlen lehet. Vagy mi végre van mennyország? Örökké szeretni foglak. Tegnap látogatóm érkezett. Brazíliából. Találkozott Jackkel és Percyvel. Az indiánok között élnek. És azt állítják, hogy elérték Z-t. Nos, kedves, már évek teltek el. Közel 100 embert küldtünk a férje és a fia után is. Félek, el kell fogadnunk a szomorú tényt. Sir John, elismerem, hogy igazán hatalmas ez a teher. És lelkem mélyéig szenvedek. Szükségem van minden akaraterőmre, hogy ne gondoljak rosszra, és most kérem, ne veszíts el a hitét. Nem tagadom, hogy sok-sok évnyi áldozat után úgy érzem, hogy ez lett az életem. A brazil arra kért, azt adjam át önnek. Azt mondta, Percy szerint ön érteni fogja. Már elfogadtam, hogy nem lesz bizonyíték, de ez biztosan jelent valamit. Igen. Már is megvizsgáltatom. Köszönöm. Csak ennyit kérhetek. Számos mentőcsapat próbált Percy és Jack nyomára jutni, de egyik sem járt sikerrel. Nina Fawcett egészen haláláig reménykedett férje és fia visszatérésében.
Fawcett elveszett civilizációba vetett hite közel egy évszázadon át nevetség tárgya volt. Ám a 21. század hajnalán régészek ősi utak, hidak és mezőgazdasági települések döbbenetes hálózatát fedezték fel az Amazonas dzsungeleiben. Fawcett feltevése szerint itt állt Z városa. Írta és rendezte James Gray. Készült David Graham regénye nyomán. Fényképezte Darius Concsi. Zenéjét szerezte Christopher Spellman. Magyar hangok: Schmidt Zoltán, Lengyel Tamás, Nagy Kálózi Eszter, Baráth István, Mihály Győző, Jászberényi Gábor, Perlagi István, Szersény Gyula, Kőszegi Ákos, Petridis Krisztos, Géci Zoltán, Mayer Marcel, Fehér Tibor. További magyar hangok: Csínémet Lajos, Barbinek Péter, Nádas Gábor, Dévai Balázs, Rátonyi Hajni, Pál Zsófia, Harsányi Gábor, Szórádi Erika. Magyar szöveg Laki Mihály, hangmérnök Halas Péter, vágó Varga Máté, gyártásvezető Vígvári Ágnes, szinkronrendező Nikász Dániel. A szinkront a Digi Kft. Megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara.